Mintegy 240 millió forint Európai Uniós támogatást kapott az újfehértúji önkormányzat a szennyvíz csatorna hálózat bővítésére, ezzel a 95%-os kiépítettség 99%-ra nő a városban, tájékoztatott a polgármester. Nagy Sándor hozzátette, emellett nagy hangsúlyt fektettek az utak állapotának javítására is, valamint idén ősszel elkezdődhetett az Újfehértút Nagykállóval összekötő szakasz átfogó rekonstrukciója. Végül sok-sok vajudás után kormányzati segítséggel megújul a 49-12-es főút, aminek a munkálatai jelen pillanatban is folynak. Ez több mint 815 millió forintos forrás jelent. Hangsúlyozom, hogy ez talán az egyik legrégebbi probléma, ami a városban fellelhető volt, és én itt is szeretném megköszönni mindazoknak, akik közreműködtek abban, hogy végül ez az út felújítása megtörténhessen. Saját forrás terhére az önkormányzat egy nagy lépést tett elő, hiszen nagyon sok még a burkolatlan utaknak az aránya. Ebben az évben közel 67 millió forintot fordítottunk utalapok készítésére, ez gyakorlatilag egy bő 5 kilométeres útszakaszt jelent. Ebben az évben továbbá pályázati támogatással napelemrendszert telepítettek Újfehértó egyik iskolájára, ami az intézmény éves áramigényét szinte teljesen kiszolgálja. A helyi sportcsarnokkal is van még teendője a város vezetésének, mivel ez a komplexum még 2010-ben úgynevezett PPP konstrukcióban épült, ami azt jelenti, hogy önkormányzati és állami forrásból magánbefektető bevonásával épült. Megkaptuk a kormány engedélyt a hitelfelvételre, egy 330 millió forintos hitelt veszünk fel annak érdekében, hogy ki tudjuk vásárolni a sportcsarnokot. Ha ez megtörténik, akkor gyakorlatilag a úszoda sportcsarnok szabadidőközpont visszakerül teljes egészében az önkormányzathoz, és januártól az önkormányzat fogja teljes mértékben üzemeltetni. Újfehértón idén korszerűsítették az idősek otthonát is, imateremmel, társalgó könyvtárral és látogatói mentális szobával bővült a szociális szolgáltató központ. A mintegy 100 millió forintos beruházáshoz 90%-os uniós forrást nyert az önkormányzat. A beruházásnak köszönhetően már nem átmeneti szolgálatot lát el az intézmény, az idősek be is költözhetnek.